summer. Fall, summer. Every day. Horgosi óvodások színes jelmezekbe bújtak a farsangi nagy eseményre. Volt, aki bűvésznek, hőlékballonnak öltözött, de voltak szuperhősök és királylányok is. Szécsi Viktória horgosi napraforgó óvoda pedagógusa elmondta, minden évben húshagyókedden szervezik meg az ovisoknak a farsangi mulatságot. Közel 10 éve már, hogy tradícióvá vált, hogy a horgosi napraforgó óvoda minden év húshagyókeddén megrendezi a télűző farsangi ünnepségét, és ezen a napon a gyermekek jelmezben, maskarákba öltöznek. A jelmez bemutató után jön a fényképezkedés, hogy megörökíthessük a pillanatainkat, ezt követően pedig a hátam mögött készülődő juhászenekar táncházában veszünk részt. Hangos szóval, csörgőkkel felvonulunk a Horgos utcáiban, szülőkkel közre működve, és igyekszünk holnaptól ide csalogatni a tavaszi időjárást. Vesszen a tél, jöjjön a tavasz, skandálták a horgosi óvisok a juhászenekar farsangi koncertjén. A zenekar tavaszi, mulatságos gyerekdalokkal készült az óvisoknak, ezzel csalogatva a jó időt. A farsangi időszakban járjuk az óvodákat a juhászenekarral, és olyan hagyományokat, olyan szokásokat mutatunk meg a gyerekeknek és az óvónéniknek is, amelyek valamikor még éltek itt a vidékünkön, ezt próbáljuk mi most játékos formában, szórakoztató formában előadni, és úgy gondolom, hogy ennek a koncertsorozatnak nagyon nagy hozadéka van, hiszen a gyerekek nagyon sok dalt tudnak már korábbról, nagyon sok új dalt is tudunk tanulni, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek megvan mindenféleképpen a pozitív hozadéka. A koncertet követően Horgos utcáin vonult fel az óvoda apraja nagyja, hogy hangos zeneszóval előcsalogassák a tavaszt, majd a telet szimbolizáló kiszabábot is elégették. A juhászenekar nem csak Horgoson, hanem Magyar Kanizsán is vendégeskedett a legkisebbeknél. Mind a két helyszínen a rendezvény a Modern Folking nevet viselő projekt keretében valósult meg. Vigi László, a Vemszikás Szerbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnöke elmondta, a Modern Folkingon keresztül kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekek zenei kulturális oktatására is. Gyakorlatilag egy 3 állomásos mini turnét szerveztünk a Magyar Kanizsai Ovikban, Adorjánon, Magyar Kanizsán és Horgoson. Ezt a mini turnét a juhász zenekar bonyolítja le. Sajnos közbeszólt a rendkívüli szünet az oktatási intézményekben, így az Adorján elmarad, de majd azt is pótoljuk. Gyakorlatilag az, ami történik a hátam mögött, az, ami ennek a projektnek, a Modern Folkingnak a fő eleme, hogy az ifjúságot, a gyerekeket és a nagyobb gyerekeket is megszólítsa és megszerettesse velük a népzenét, úgy a magyart, úgy a szerbet és a magyar-szerb határ régióban élő kisebbségek kultúráját.
Magyar Kanizsán is hagyományosan farsang utolsó napján bújtak jelmezbe a gyerekek. Mindenki a saját kedvencének öltözött. Homolya Fanni Télanyót választotta. Én vagyok Télanyó, én szeretem a gyerekeket, és szeretek osztozni mindenkivel, meg szeretem az ajándékokat is, csak azoknak adok, akik jó viselkednek. A Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben már több évtizede hagyománya van a farsangolásnak. Vázsonyi Ágot a pedagógus szerint ilyenkor a gyerekek azok lehetnek, akik csak akarnak. Így a fantáziájukat is fejleszthetik ezáltal. Ilyenkor érzik, hogy más, mint a többi nap. Tulajdonképpen mindent szabad, és zsibonganak, és ugrálnak, és táncolnak. Sőt, ami a legérdekesebb nekik, hogy ezen a napon még aki harcosnak öltözik be, az még fegyvert is hozhat. A kislányok tündéreknek, hercegnőknek beöltözni. És mindenki nagyon vidám, ami a háttérből érződik is, és látszódik is. Elsősorban a fantáziájukat fejleszti, és az önkifejező képességüket. Ilyenkor nagyon beleélik magukat a szerepbe, a jelmezükbe, és teljesen átváltoznak. Úgyhogy ezen a napon az óvoda olyan, mint egy elvarázsolt kastély. Kispiacon húshagyó kedden a helyi iskola előtt gyülekeztek a gyerekek, ahol farsangi felvonulással kezdődött a nap. A rendezvényen az ovisoktól kezdve az idősekig mindenki részt vett. Kicsik és nagyok egyaránt jelmezt töltöttek, majd a helyi iskolától a művelődési otthonig kísérték a gyerekek által készített kiszebábokat. A kreatív jelmezeket sokan otthon készítették a szülők segítségével. Varbai Hanna a felhőt választotta. Látom, szép kis felhőcskének öltöztél. Ki találta ki, hogy ez legyél? Miért döntöttél úgy, hogy felhőcske szeretnél lenni? Anyukám találta ki. És ezt tetszett meg a legjobban. És hogyan készült ez a hatalmas jelm? Egy esernyőre tettünk rá ilyen vattapamacsokat, meg mazzag ragasztottunk első cseppeket, és a mazzagot felkötöttük. És hát ma farsangot ünnepeltek itt Kispiacon. Mit gondolsz, mi a lényege a farsangnak? Hogy előzzük a rossz dolgokat. Biacs Balázs is kreatívabb volt. Fiú létére egy igazi hölgynek öltözött. A még hatásosabb jelmez érdekében pedig még magas sarkú csizmát is öltött magára. Hát nem én döntöttem, hanem anyukám. Mert kifogyott az ötletekből, először öreg asszonynak készültem, de most a nőben megállapodtunk ebben a cicában. És ezeket az eszközöket látom, hogy magas sarkú csizmában, vagy szép piros táskád van, és szoknyában. Honnan szereztétek be? Hát először is ez nem táska, a retikül. Nagyon fontos. Hát ezeket, igazából ez mind anyámé. Beléjük nőttem, a magas sarkúval kicsit bajom van, mert állni most nagyon nehéz benne. Beszéljünk egy kicsit a farsangról, mert ugye farsang van most itt. Mit látsz, miért fontos szerinted a farsang? Mit tanultál meg róla? Hát a farsangról azt tanultam meg, hogy nem bírod úgy magad megszégyenítől. Mindenki beöltöz úgy, ahogy akar. Szóval nincs elvárva, hogy te például legyél malac vagy tehén, hanem nem. Mindenki fantázia szerint. Mindenki azt, amit szeret, amit élvez mondjuk csinálni. Vojnák Barbara pedig inkább indiánnak öltözött. Elmondta, számára azért is érdekes a farsang, mert a bábokat is maguk készíthették el. Nekem ez az utolsó farsangom, és én úgy gondoltam, hogy most indián leszek. Hát nem tudom igazából, miért ezt választottam, de én
nagyon szeretem az indiánokat, és ez a jelmez úgy nagyon megtetszett. Hát a farsangról én nagyon szeretem, mert itt nagyon sokat lehet enni, meg szeretem ezt a mulatságot, és ezt minden évben ugye megünnepeljük. Eddig nem annyira öltöztem be mindig olyan jól, de most úgy utoljára úgy szeretnék egy igazit jó bulizni. Hát igazából én erről nem sok mindent tanultam, csak ezt nagyon szerettem, hogy mit csináltuk a kiszebábokat, meg mindent, és ugye ezt el kell ugye égetni. Régen még ugye beleraktuk a rossz tulajdonságainkat, hogy azt is elégessük, és igazából hát én úgy nagyjából ennyit tudok a farsangról, más nem, meg hogy azt, hogy ez az utolsó napja, és így ennyi. Említetted, hogy ti készítettétek ezt a két kiszebábot, amit elégettetek. Hogyan készül egy ilyen kiszebáb? Hát először is összeszedünk régi ruhákat és szalmát, majd összeszögelünk két fát, és kitömjük a ruhákat, és minél viccesebbre szoktuk csinálni. Idén igazából csak az egyiket csináltuk mi, mert ez általában a hetedikesek dolga, de sajnos nekik csak egyre volt idejük, ezért a másikat mi csináltuk. Nekünk ugye az volt a feladatunk így nyolcadikosoknak, hogy mi vigyük és mi égessük el, de ezt nagyon szerettük csinálni mindig. Sokat nevettünk. A művelődési otthon udvarában kaptak helyet a kiszebábok, ahol hagyományosan elégették azokat, így elűzve a telet, a betegségeket és a rosszat. Kispiacon nagy hagyománya van a kiszebáb égetésnek, ezért szerették volna ezt a szokást a gyerekekkel is megismertetni. A gyerekek nagyon szívesen kapcsolódnak a hagyományokhoz, mert játékosan próbáljuk ezt megélni, úgy, ahogy az őseink tanították, vagy hátrahagyták nekünk. A télűzés ugye hagyományosan a farsang farkához, húshagyókethez fűződött, és a leírásokban megtaláltuk, hogy Kispiacon is volt kiszebáb égetés. Ugye a kiszebáb az a gonosz, rossz dolgokat, a betegséget és a telet szimbolizálja. Hát idén a telet nem űztük, mert nem volt mit elűzni, de viszont a rossz dolgokat, a gonoszt belőlünk, a betegséget, azt igyekeztünk ezzel a kiszebábbal szimbolizálni, amit elégetünk, és megmaradtak a leírásokban azok is, hogy ahol folyóvíz volt, ott még a vízen is leengedték. Na most itt van a kűrös patak, de idén nem mertük leengedni ezt a bábút, mert féltünk, hogy a nádas is meggyullad, tehát így akkor itt jelképesen a kultúrház udvarán elégettük mindent, ami rossz, amit ki szeretnénk magunkból pucolni, tisztítani. És a gyerekek ezt játékosnak vélik. Nagyon örülünk, hogy egyre többen öltöznek be, fölnőttek is, szülők és kollégák is, és ezzel egy picit megéljük azt, hogy kifordul a világ ezeken a napokon, hogy aztán újra meg tudjunk tisztulni és javulni. Kispiacon hagyományosan minden évben húshagyó kedden ejtik meg a rendezvényt, vagyis a farsangi időszak utolsó napján, mivel hamvazó szerdán már a húsvét előtti nagybőjt időszaka kezdődik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minden évben meg tudjuk szervezni, hogy tudjuk tudatosítani velük azt, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak, még sokszor a felnőttek se, hogy a farsang nem egy naphoz köthető, hanem egy időszakhoz, hogy január 6-án kezdődik, és hogy húshagyó kedden ér véget, és ezt ha minden évben elmondjuk nekik, akkor egyszer majd csak megjegyzik, hogy valójában egy időszakról van szó, ami egy vidám időszak, a bálokról, a mulatságokról, a nagy evésivásról szól, mert hogy utána, holnap már ugye hanvazó szerda van, elkezdődik egy másik időszak, ilyenkor az emberek igazából kifelé élnek a farsangi időszakba, tehát megpróbálnak magukból mindent kiadni, viszont holnaptól már elkezdődik egy másik időszak, amikor az ember egy picit saját magára figyel, befelé fordul, elcsendesedik, és készül arra, hogy húsvét lesz, tehát a nagybőjti időszak, és jó lenne ezt visszahozni, ezeket a hagyományokat, hogy egy picit éljünk együtt azzal, ami körülvesz bennünket, a természettel, a hagyományokkal, ne csak rohanjunk folyamatosan, és ne legyen időnk semmire se igazából, legtöbbször még saját magunkra se, úgyhogy mi nagyon fontosnak tartjuk ezt itt életbe tartani Kispiacon.
Az eseményen több mint 140 gyerek vett részt. A kiszabábok elégetése után a művelődési otthon nagy termében folytatódott a mulatság.